Olivia, Zsombor és Lóránt. Ők hárman október 9-én látták meg a napvilágot Nyíregyházán. Édesanyjuk azt mondta, az első lombik beültetést követően fogantak meg a picik, pár héttel később tudták meg, hogy bőséges gyermekáldás elé néznek. A család a legutolsó tájékoztatás szerint legkésőbb jövő hét elején már hazatérhet Mátészalkára. Itt a Józsa András Oktató Kórházban idén nem ez az első hárma sikerszülés. Van egy olyan Hellin szabály, ami azt jelenti, hogy 80 szülésre esik egy iker, és 80 ikerre esik egy hármas iker. Ez az átlagos szabálya, ami országosan világviszonylatban is megvan. Miután az ilyen lombik program beindult, ahol általában 2-3 vagy bizonyos helyeken még több embriót ültetnek vissza, és attól függ, hogy mennyit apad meg, ez változtatja dolgot. Nekünk ilyen 14-18 hármas iker szokott születni. Az elmúlt időszakban volt olyan, aki egészen ki tudta hordani, és 2,5 kiló fölöttiek voltak, ilyet a mostani megszültek is szép súlyok voltak, tehát egészségesek. A Józsa András Oktatókórház szülészeti osztályának legújabb vendégei szintén hárman vannak, ők azonban nem ikrek. Reggel 7 órától 10 óráig éppen 3 csecsemő született. Az itt dolgozók szerint ez jó arány. Az ország egyik legnagyobb szülészeti osztályán van, hogy naponta 10-12 gyermek lát napvilágot. Idén azonban a szakemberek szerint minden eddiginél kevesebb baba születik. Körülbelül egy 8%-os csökkenést észleltünk, én az első fél évi adatok alapján tudom mondani. Egy 10 évvel ezelőtt a megyét mondom, megyében körülbelül egy 6700-7000 szülés zajlott le, ebbe az évben nem fogja elérni az 5000-et a megszületett gyerekeknek a száma, tehát körülbelül 2000-rel csökkent egy 10-15 éve. Évenként egy ilyen 3-10% közötti arányban csökken. Lehet, hogy most ebben az évben nagyobb csökkenés lesz, mint az elmúlt 1-2 évben. A szülészeti osztályon jelenleg minden férőhely foglalt, ráadásul estére hidegfront is érkezik. Az itt dolgozók tudják, hogy ilyenkor az átlagosnál több szülés indul meg.